Kedves nézőink, most egy ajkai metal zenekarról, a Noctisról láthatnak egy összeállítást. Mozgalmas és sikeresebb volt a 2015-ös a Noctis zenekar számára. Az év elején valamikor egy klippel lehetett találkozni, amit az egyik legjelentősebb magyar rock sajtótermék honlapján is megosztottak. Mit kell tudni erről a dalról és erről a klipről? Ezt végül is 2014 novemberében vettük föl, Inotán, az Aluminium Kohó, talán egy ipartelepén, és majd január legelején jelent meg, hivatalos formátuma már a YouTube-on lehetett nézni. Igen, a mozgalmasságról annyit, hogy tényleg sok minden dolog történt a zenekar házatáján. Elindultak talán emiatt is, talán elindultak a koncertek, kicsit jobban meghívnak minket, ha lehet így mondani. A melodikus power metal ajkán nem egy túlságosan ismert és elismert műfaj országosan. Mi a helyzet ezzel? Igen, ez a műfaj talán Magyarországon nem igazából egy közkedvelt műfaj, pedig úgy gondolom, hogy dallam az egy nagyon fontos dolog, aminek szerintem mindig meg kell jelenni, és ez a power metal mindig is hozza magára ezt a magasabb hangvételű, lirikusabb, melodikusabb hangvételű énekdallamokat is. Magyarországon van egy pár, aki azért mégis csinálja ezt a műfajt, talán egyik legkiemelkedőbb ebben a műfajban, talán a Wisdom zenekar. Hogy nem ezeknek a nyomdokaiban vagyunk, de valahogy ezt az északi és skandináv metált próbáljuk mi is ezt talán tovább vinni. Nyugaton ez nagyon elismert, nagyon szeretik és nagyon szeretik őket meghívni. Magyarországon sajnos nem igazából közkedvelt még egyelőre. A Noctis nem igazán egy új zenekar, foglald össze, légy szíves, az eddigi történeteteket. 2005-ben páran így úgy gondoltuk, hogy ismételten régmúltra visszatekintve ismételten csinálunk egy zenekart. Majd néhány tagcsere során elérte a 2008-ban talán most a jelenlegi formációt, amivel aztán tehetségkutatókat nyertünk időközben. Több színhelyen, több klubban megfordultunk, kisebbe, nagyobba. Voltak klubok közben bezártak, voltak klubok újra nyitottak. Én úgy gondolom, hogy ha eredményességről beszélünk, akkor beszélhetünk eredményességről, igen. Bár szerintem sokkal jobb is lehetne ez, de szerintem nem a mi problémánk, szerintem az ország problémája. Idén nyáron megnyert a zenekar egy tehetségkutató fesztivált. Mi volt ez? Alsóhősön voltunk az Orvasér Olimpián, itt rendezték meg a Pulzus tehetségkutató fesztivált, és ezen értünk el szerencsére, és hát a tudásnak köszönhetően hál' Istennek első helyezést. Ennek a következményeképpen automatikusan belépést nyertünk a következő alsóhősi fesztiválra, illetőleg nyertünk egy fellépési lehetőséget Budapesten a Barba Negra klubban jövőre, január 2-án. Mit kell tudni erről a helyről, hiszen nem biztos, hogy mindenki képben van a pesti klubokat illetően, én viszont tudom, hogy egy elég jelentős helyszín. Igen, a Barba Negra egyike azoknak a kluboknak Pesten, amik nagyon mennek, ahol nagy zenekarok fordulnak meg, mind a belföldi zenei térről, mind pedig külföldről. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elég nagy elismerés itt játszani, és nagyon örülök, hogy végül is ez is összejött. Péter is említett már korábbi tehetségkutatókat, nem ez volt az első, amin felléptetek és eredményt értetek el. Mit szoktak általában kiemelni a zenekarral kapcsolatban? Elsősorban ki szokták emelni magát az egyediséget, ugye, amit említette ezt a Peti is, hogy nem igazán megy ez a műfaj Magyarországon, nem elég ismert, úgy gondolom, hogy majd talán egy 5-10 éven belül hozzánk is elérnek azok a hullámok, amik megteremtik ennek a termőtalajt.
tehát magát a komplexitását szokták a zenének igazából úgy azt mondani, hogy na gyerekek, ez jó, ilyet mi nem igazán hallottunk, vagy ha hallottunk is, akkor az sem így. Meg hát most nagyképpen fog tűni, de az éneket szokták elsődlegesen kiemelni még, hogy azért ott van. Hosszú távon milyen terveitek vannak? Hát mindenképp szeretném meglovagolni ezt a budapesti vonalat, ugyanis jelenleg igazából ott folyik a metal zenei élet már, ahogy itt vidéken igazából nagyon kezd megszűnni ez az egész, a klubok is egyre kevesebb koncertet csinálnak, kevésbé tudnak olyan zenekarokat meghívni, akik eljönnek, lejönnek, úgyhogy most Budapest az, ami az epicentrum ennek az egésznek, szeretném bekerülni abba a vérkeringésbe, ami az ottani zenei életet meghatározza, lehetőleg azért egy havi egy-két koncertet jó lenne lebonyolítani Budapesten. Az meg külön jó lenne, hogyha ki lehetne hozni ezt nullából, hogy tényleg az ember elmegy, és akkor örömzenél egyet, nem azt nézi mindig, hogy mennyit vesz kép a pénztárcájából, csak azért, hogy fel tudjon lépni mondjuk. Van arra remény, hogy ezzel valaha pénzt keresetek? Valószínűleg nincs, legalábbis én nem reménykedem ilyenben. Jelenleg ugye a lemezeladás az halott Magyarországon, tehát abból megélni nem lehet, amiből meg lehetne az a folyamatos koncertezés egyrészt, de hát itt annyiféle ember van ebben a zenekarban, fiatalabbak, idősebbek, családdal, család nélkül, hogy egyszerűen lehetetlenség összehozni azt, hogy akkor én most fél évre eltűnök, és akkor csak zenélek és abból pénzt szedek. Ugye a munkahelyek mellett igazából ez nem megvalósítható. Így jelen pillanatban. Hát arra meg esély nincsen, hogy munkahelyet legyen ez a munka, mert annyit meg nem lehet ezzel összeharácsolni, csak itthon. Ahhoz el kéne menni külföldre, nyugatra, északra, amerre adódik, de hát ez meg nem kivitelezhető jelenleg. Készül az új lemez, változik-e valamit a megszokott irányvonal, illetve hány dal lesz a lemezen, milyen jellegűek? Egyelőre úgy néz ki, hogy 9 szám kap helyet az új lemezen. Ez 7 új számot jelent, illetve az előző egy ilyen kis EP-ről kerül még föl 2. Ez egy ilyen konceptalbumnak hívják, ami most készül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy adott témaköré épülnek fel a számok, igazából egy sztorit mesél el ez a 9 szám. Hát ez jövőre fog majd megjelenni, hogy pontosan mikor azt nem tudom megfogalmazni. Az első negyed évben valószínűleg biztosan most készül a borító hozzá. Az is már egy 90%-ig megvan. Amire számítani lehet, hát egy kicsit azért fejlődött a zenei tudásunk, úgy gondolom az előző nagyobb albumhoz képest. Egy kicsit visszavettünk a tempóból, kicsit a hallgathatóságra mentünk inkább rá. És hát remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek, ha végre készhez kapjuk mi is a komplett anyagot.